A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték Kovácsné Kerekes Katalint, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár közművelődési szakembereit, aki a hosszú időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, valamint a korszerű művelődés és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként augusztus 16-án a Kulturális és Innovációs Minisztérium ünnepségén Bessenyei György díjat vett át. Csillag Barnabás, a karcagi zsidó hitközség elnöke, a város társadalmi és kulturális életében betöltött hagyományőrző és értékteremtő szerepéért, karcagért emlékérem elismerésben részesült. A képviselőtestület nevében Szepesi Tibor polgármester megköszönte a karcagi tűzoltóknak az elektronikai hulladékhasznosító Kft. Telephelyén augusztus 13-án keletkezett tűz oltásában végzett megfeszített munkájukat és példamutató helytállásukat. Az ajándékokat Molnár László tűzoltó ezredes, a Nyászhanykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, karcagi katasztrófavédelmi kirendeltség, kirendeltségvezetője vette át. Elfogadásra került Karcagváros vízi közműveinek 2025-2039 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Minden év szeptember 30-áig szükséges a gördülő fejlesztési tervet elfogadni és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére megküldeni. Ennek megfelelően, illetve az előzetes tárgyalásoknak megfelelően készült el a gördülő fejlesztési terv, amelyet én mindenképpen szeretnék azzal kiegészíteni, hogy nem olyan régen sikerült a Magyar Energetikai Hivatal elnökasszonyával egyeztetni az ivóvíz és a szennyvíz kérdésében, illetve a gördülő fejlesztés tervhez kapcsolódó felhasználási lehetőségekkel, és megkaptuk azt az egyedi elbírálási lehetőséget, hogy átjárható legyen az ivóvíz és a szennyvízre fordított összegek, vagy fordítható összegeknek a felcserélése vagy átütemezése. Ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan az ivóvíz szolgáltatás maximális biztosítása mellett, hogyha szükséges, és nyilván látjuk azt, hogy a szennyvízhálózat karbantartása egy picit nagyobb odafigyelést igényel, akkor ebben az összegben legyen egyfajta átjárhatóság. Ezt is tartalmazza a GFT, hiszen ennek megfelelően már tudjuk majd azokat a nyilatkozatokat megtenni az energetikai hivatal irányába, amely szükséges ahhoz, hogy ezt az engedélyt, végső engedélyt megkaphassuk ennek a forrásnak a biztosítására. Egyhangulag döntött a képviselőtestület a Václav Felczák Alapítvány által meghirdetett Dvabra Tanki, a magyar-lengyel testvérvárosi és testvériskolái kezdeményezések támogatásáról szóló, valamint a család politikáért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiírt idősbarát önkormányzat díj pályázatokon való részvételről. Tisztelt képviselőtestület, újra kiírta a Felczák Alapítvány a pályázati lehetőségét, amely már működő, valamint újonnan létrejövő magyar-lengyel testvérvárosi kapcsolatok támogatására került kiírásra ebben az évben is. Én azt gondolom, hogy mivel 100%-os intenzitású pályázatról beszélünk, és egy élő testvérvárosi kapcsolatról, hiszen a jövő héten fognak utazni fiataljaink egy sporttalálkozóra, az immár hagyományos magyar-német-lengyel sporttalálkozóra, és ehhez valamiféle forráshoz lehet jutni, akár ezen a pályázaton keresztül is. Én azt gondolom, hogy célszerű mindenképpen benyújtani. A Karcagvárosi Önkormányzat a tulajdonában álló felújított Rónai Malom épületének hasznosítását egy nyilvános pályázati eljárás útján kívánja meghirdetni, figyelembe véve az épület pályázati céljának megfelelő közösségi célú hasznosítását. Az önkormányzat tulajdonát képező Karcag 6357-es helyrajzú ingatlan KVG Kft. Részére történő működésbeadásáról is egyhangú döntés született, mely a további hasznosítás céljából vált szükségessé. A képviselőtestület legközelebb munkaterv szerint szeptember 26-án csütörtökön 15 óraig kezdett el tart ülést.